Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket! Önök VNTV-t, Ivonatúra televíziót láthatnak, és más hangszerettet társalgás adássorozatunkban. Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióba Juhász Zoltán, a Nexus TV programigazgatóját. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Zoli nagyon sok minden szolgálatot tesz mostanában az emberekért, nem csak mostanában, mert azért ez egy nagyon régóta elkezdődött folyamat, de minthogyha mostanában kezdenének beérni azok a dolgok, és nem csak beérnek, hanem ténylegesen elérhetővé válnak nagyon-nagyon sok ember számára, ténylegesen paradigmaváltó dolgok kezdenek megjelenni körülötted, és én annyit tudok rólad, hogy azért rengeteg-rengeteg küzdelmen vagy túl így az életedben. De én most nem feltétlenül azokról a projektekről szeretnék veled beszélgetni, amiket leteszel az asztalra. Akkor is, hogyha letetted az asztalra, és azt valaki onnan lelökte, és akkor te valami újat letettél az asztalra, és lehet, hogy azt is lelökte valaki, és megint jött egy új dolog. Én arra a magra vagyok kíváncsi, amiből már a Juhász Zoltán gyönyörűen így kifejlődött, és szeretnék egy kicsit személyes dolgokat megtudni rólad, hogy mi történik Juhász Zoltánban mindeközben, tehát hogyan alakul a te kis személyes fejlődésed, hogyan látod, nem kell nagyon régre visszamenni, inkább induljunk meg onnan, hogy most mennyi mindennel támogat téged az élet, mennyi képességgel, mennyi energiával, mennyi lehetőséggel, hogy láthatóvá legyél, hogy elérhetővé legyél, és hogy kapcsolódni lehessen hozzád. Hogy látod Juhász Zoltánt te magad? Hú, hát ez egy... Ugye korábbi beszélgetésünkben itt a folyosón, vagy a kinti szobában még Istvánnal, mikor beszélgettünk, akkor István Kerekperec megállapított, hogy Zoli, te nagyon jó gyakorlati érzékkel rendelkezel, de a spiritualitás az nem a te tereped. Mindez baráti hangnemben természetesen, pedig az életemben a gyökeres változás az akkor volt, amikor rájöttem, hogy az élet az más, az nem egyszeri és megismételhetetlen, és nem arról szól, hogy minél többet és még többet, hanem, és hogy a boldogság az nem a jövőben van, hanem a megélt pillanatban tud csak lenni. Nem lehet a múltban, nem lehet a boldog a múltban sem, meg a jövőben sem. Ezek a felismerések, ez 2008-as pénzügyi válságot követően indultak meg, amikor nekem éppen egy nagy részvénytársaságom formálódott, amely spekulációra alapult, és akkor úgy volt, hogy rengeteg pénzt keresünk majd a tőzsdén, és pont elindult, és akkor bebukott ez a bankrendszer, és akkor le kellett, hogy üljek és átgondoljam, hogy lehet, hogy valami gond van az értékrendemmel. Valahova rossz helyre tettem a fókuszt, és ez évekig tartott. Ez kezdődött azzal, hogy először is nagyon mélyre le kellett guggolni, de tudjuk, hogy csak azt tud magasra ugorni, aki előtte jó mélyre legugol. Hát sikerült jó mélyre legugolni, és akkor úgy döntöttem, hogy ezután az életemben csak olyannal vagyok hajlandó foglalkozni, ami nekem örömet ad, és amihez kedvem van. És hogyha ebből nem leszek multimilliárdos, vagy nem tudom milyen gazdag, az sem érdekel, mert nem az a boldogság, ha sok van, hanem a kevés hiányzik. És ezt a keveset a Jóisten minden nap oda teszi az asztalomra, és barátok formájában, a felém áramló tisztelet formájában. És ezek a leggazdagabb vitamin gyümölcsök, azt kell, hogy mondjam. És na így 2009-10 környékén egy átalakulásba kezdtem. Ha az egész életemre visszatekintek, akkor
akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az előtti időszak az volt az igazából az oskola, mert minden olyan megrendezett az életemben, hogy én egy szakrális parasztcsaládnak a vonala vagyok, és hogy mi mindent láttam a nagypapámtól, nagymamámtól, ezek nagyon abban a kis faluban. Aztán, hogy édesanyám egyedül nevelt fel azt a szeretett csomagot, amit őtőle kaptam. Aztán, mikor felnőttem, akkor ő elment, mert befejezte a velem való foglalkozás, és akkor 22 éves voltam, és testvér nélkül egyedül maradtam ebbe a világba. Ott volt az a lehetőség, hogy becsúszok bánatomba valamelyik kocsma pult alá, vagy valamit kezdek a képességeimmel, az életemmel. És hát akkor ugye családpénz, vállalkozások, mert már akkor is kiléptem abból a körből, hogy nekem más határozza meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Vállalva hozzá azt a következményt, hogy lehet éppen nagyon rossz is a döntéseim eredménye. Lehetnek kudarcok, de ami nem öl meg, attól az ember csak erősebb lesz, és ezt a 80-as évek elejétől végülis 2009-ig így éltem az életemet, de mindig alkottam, mindig teremtettem, ebben ez volt a legfontosabb. Mindig a teremtési vágy, és ha valami elindult és már működött, akkor utána már nem nagyon érdekelt, mert azt már más is tudja csinálni, hanem akkor egy újat létrehozni. Most 2010 környékén elkezdtem kutatni, hogy mi is valóban az élet értelme, mi van a láthatón túl. És akkor a Jóisten olyan aranyos volt, hogy rakogatta nekem oda sorba kis csomagokat, hogy ezt, akkor ezt olvasd el, ezt üzenetek tömegét kaptam, ahogy nyitott lettem rá. De jártomban, keltemben, mindenhonnét jöttek a megerősítő üzenetek. És Szentendrén éltem akkor, és ez egy gyönyörű szakasza az életemnek, mert Szentendre én olyan közösségre leltem, olyan barátokra leltem, akikkel, tehát ma is felejthetetlen emléket jelentenek a számomra, és nagy öröm számomra, amikor időnként meghívnak újból, mert hogy még most is rajtjuk a barátságot. Aztán kerestem, tettem fel rengeteg kérdést, spirituális, szellemi térben, de aztán érzékelve az, hogy itt a fizikai létünkben mennyi akadály van, és mivel én korábban állandóan csak létrehoztam, meg vállalkozó voltam, kialakult bennem az a készség, hogy hát én ezekre tudnék válaszokat adni, tehát hogy akkor ha ez így nem jó, amit így csinálunk, akkor hát nem úgy kell csinálni, hanem akkor ezt így kell csinálni. És nekem ez természetes volt, ez a gondolkodás. És azt láttam, hogy azok a véleményvezérek, akiktől nagyon sokat tanultam, akik nagyon sok előadásukat meghallgattam, azok arról beszélnek, hogy milyen lenne, ha jó lenne, és meg hogy milyen rossz most, meg hogy miért rossz most, de a kettő között egy óriási szakadék volt, egy űr volt, hogy innét hogy lehet oda eljutni. És bennem ez a mechanikus, vagy ez a rendszerépítő, vagy szervező, az örökösen ezt a kérdésen, de mit kéne csinálni? És kezdtek jönni válaszok, kezdtek megértések lenni bennem. Megértettem azt, hogy ez a világ, ez a társadalom, ez a rendszer, akár itt az országon belül, de az országhatárokon kívül, miért működik rosszul? Miért nem az érdekeink szerint működik? Mert van egy működtető erő, és ő neki más a szándéka, akkor ezt kellett vizsgálni, ki ez a működtető erő, és milyen szándékok vezérlik őt. És ezt el kellett fogadni, meg kellett érteni, nem minősíteni, hogy ez most jó vagy rossz, mert ő a saját érdekében teszi úgy, ahogy teszi, és ha mi oda dobjuk magunkat áldozatként, és elfogadjuk ezt az áldozati szerepkört, akkor hát úgy lesz. De hát akkor meg ne panaszkodjunk, könyörgöm, hát akkor ha most a szenvedést akarod megélni, akkor itt a lehetőség, éld meg a szenvedést. Na én nem a szenvedést akartam megélni, és akkor elkezdtem azt keresni, hogy mi, hogy lehetne változtatni. De hát ahhoz, hogy változtatni tudjunk, ahhoz viszont azt kellene meghatározni először, és ez egy óriási feladat, hogy, és nincs benne a közgondolkodásban, hogy milyen lenne az a világ, ami jól működne.
sokat kutattam, és láttam azt, hogy a nyugati tudatosodók köreiben már többen foglalkoznak azzal, hogy valamilyen jövő világképet felépítsenek, és mindenféle ilyen elméletekkel megismerkedtem, hogy így lenne jó, meg úgy lenne jó. Alapvetően azt kellett, hogy belássam, hogy nekik azért nehéz egy klassz jövő kép elképzelése, mert nem a magyar nyelv tulajdonosai és a magyar kultúra tulajdonosai, mert hogy mi az évezredek során olyan kultúrának a részesei vagyunk, amelyeket elég csak modernizálni, vagy ezeket az erkölcsi alapokat behelyezni a mai életünkbe, és minden kisimul, minden egyenes lesz, és minden rendben lesz. Nálunk megvan az eszköztár, hogy mit kellene, vagy mit kellene, mit tehetnénk magunkkal. Nos, amikor ezek a felismerések meglettek, akkor azonnal nekiálltam pofázni. Mert hogy azt éreztem, hogy nem, tehát így feszített belülről, hogy oké, most ezt is tudom már, és akkor azt is tudom, hogy az a jövőkép, az a jövő, az hogy épülne fel úgy, amelyikben, hogy nem a kórházába visszük az embereket, hanem az egészségházba, és hogy nem a tüneteket gyógyítjuk, hanem a tünetet kiváltó okokat, stb. Nem menjünk bele minden részletbe. De azért ez egy nagyon bonyolult rendszer, és hát éveket töltöttem azzal, hogy ennek az elemeit, a részleteit, az energia, az élelmiszer, az oktatás, a gyermek, a család, tehát ezeket a körülményeket mind vizsgálgassam, hogy lehet ezt optimalizálni, illetve milyen eszközökkel, milyen módszerekkel lehetne a változást felé serkenteni, mert óriási akadályokba ütközök, mikor elmondom, hogy ez így lenne, jó, meg ez így, és akkor megijednek, hogy ez bonyolult, ezt úgyse lehet megcsinálni. Ugye ott hagytad abba, hogy ott maradtál egyedül, utána volt egy nagy vállalkozás, ami nem sikerült, utána elgondolkodtál, jöttek a válaszok, de Juhász Zoltán egy boldog ember volt, aki olyan boldog vagyok, hogy nézzük meg, mi az, ami lelkesít, és akkor egyből elkezdem megoldani az emberiségnek, vagy a magyaroknak a problémáit. Szeretnélek megkérdezni, hogy fontosabb volt-e neked mindig az életedben egyfajta közösségi rendrakás, egy közösségi társadalmi életnek a megjavítása, megújítása, vagy először azért fontos volt az, hogy Juhász Zoltán is legyen boldog, legyen egy jó. Ez volt az első. És szerinted mi a boldogság? Megtaláltad a boldogság keresésre a választ? Igen, hát ez jó nagyképű volt ilyen gyorsan, de valamit találtam, inkább úgy mondanám, és van egyfajta definiálásom a boldogságról, de azért hozzátartozik ehhez, hogy mivel ebből a szakrális paraszt családból származom, ahol én azt éltem meg, azt az egyensúlyt, hogy ott az emberek egymást tisztelték, becsülték, adott esetben segítettek egymásnak, nekem ez egy ilyen alap volt, és addig, amíg kapitalista voltam, és azon igyekeztem, hogy minél több profitra tegyek szert mások munkájával, azért ott is mindig bennem volt az a vágy, hogy de az a kollektív, akik nekem az én gazdagodásomért dolgoznak, hogy azokkal jó kapcsolatban, emberi kapcsolatban legyek. Tehát azért ezek úgy alapban bent voltak. A változás valóban a 2008-2009 után indult, amikor egy nagyon mély önvizsgálatot kellett tartanom, mert akkor tettem fel először magamnak azt a kérdést, hogy ki vagyok én. Hogy szeretek-e ebbe a bőrbe lenni például. Valaki kérdezte napokban tőlem, hogy Zoli, és te úgy egyébként úgy elégedett vagy magaddal, mindennel, meg hogy így, és akkor azonnal rávágtam, hogy persze, hát ez én vagyok. Szóval akárhova nézek magamon, ott mindenhol magamat látom, és hogy én ezt kaptam a teremtőtől, akkor persze, hogy elfogadom, és persze, hogy szeretem. Hát most gondold el úgy nézni a lábamra, a térdemre, jaj, de te csúnya térd, ott van 200 millió sejt, vagy nem tudom, milliárd sejt, és akkor azokat én, a saját sejtjeimet leszapuljam, meg rossz érzéseket. Tehát persze, hogy nem fognak segíteni abban, hogy egészséges legyek úgy összességében. Szóval persze, és ezeket meg kellett tanulni. Rengeteg tanítást kaptam, és helyzeteket, és azt is észrevettem, hogy addig, amíg egy-egy problémát nem oldottam meg magamban, addig újból és újból visszajött,
egész addig, amíg tényleg nem tudtam felülemelkedni rajta, és tényleg nem tudtam a helyén kezelni. Na, a kérdése alapvetően az első felismerés, és a Szentendrei időszakot kicsit úgy is jellemzem magamnak, hogy ez a remete időszakom volt, mert azért ott igazából én visszavonultam, és tényleg ezen a baráti körön kívül, akikkel hát azért behatárolt időt töltöttem, ezen kívül igyekeztem minél többet egyedül lenni, és magamban rendet rakni. Nyilván azt, ahogy a Mars, hogyan van a Jupiter beáll, nem a Szaturnuszom, a Bika, vagy a Bikában a Szaturnusz, szóval ezeket van egy kedves barátom, aki folyamatosan, aki nagy tudója ezeknek, és szépen elmondja, ezeket nem lehet változtatni, tehát a születésem pillanat az egy elrendeltetés is. És a teremtőtől kaptam képességeket, amik az enyémek, amik rám jellemzőek, amik az én kincses ládám. De ezek nem erények, ezek nem emelnek mások elé. Ezeket azért kaptam, hogy használjam őket, és hogy ha kaptam valamiben valami jobb képességet, akkor az azért, hogy a körülöttem lévő környezetre ezzel pozitív hatást fejtsek ki. Szóval ezeket kellett megismerni. Mondogatták, hogy Zoli, milyen jó hangod van. Emlékszem, hogy ilyen előnyöket is tudtam vele elérni, hogy nem tudom, bankban sokat kellett ott várni a pulton, és akkor valakivel bebeszéltem, a barátommal, és az adminisztrátor ott az ügyintéző meghallotta a hangomat, és gyanús volt neki, és külön oda hívott, és akkor külön elintézte nekem mindig az ügyeket. Mindig megjelent, akkor mindig. És akkor ugye a harmadik, negyik alkalommal megkérdezte, hogy művész úr, de akkor még semmi média szereplésem nem volt, művész úr, ön a melyik rádióban is, vagy hol? Mondtam, milyen rádióban? Semmi, hát én csak így vagyok. Hogy súg a teremtő már, hogy erre menjél. De igen, ez is milyen érdekes. És akkor, mikor mondta, nem, és akkor mindjárt összevont a szemem, hogy többet nem kerültem előre. De hát azt gondolom, hogyha ilyen, például itt van a hangom, hogyha egy ilyen hangot kaptam a teremtőtől, akkor azt jó célra kell használnom. És ha lehet, akkor teszem, próbálom, de sokkal nagyon elégedetlen vagyok, mert nagyon szeretnék verseket mondani, még prózákat felolvasni, de ezekre még nincs idő, de még fogom tenni ezeket. Na, tehát arra jöttem rá Szentendrén, hogy az első legfontosabb az, hogy magamban tegyek rendet, hogy elfogadjam a világot, olyannak a környezetemet, amilyen. És abban a pillanatban, és abban a környezetben, és ebben a világban dönthetem el magam, hogy boldog vagyok, vagy nem. Hogy a félelem uralmát engedem, és úgy fogalmaztam meg, hogy az embernek minden érzelme alapvetően két gyökérből ered, a szeretet és a félelem gyökeréből, innét táplálkozik. És a lelkünkben, abban a bugyorban ez a kettő ott van. Nem muszáj, hogy ott legyen mind a kettő. Ki választhat, hogy ugye a három lehetőség közül, hogy csak az egyik van ott, vagy mind a kettő, vagy a másik van ott, és akkor én rájöttem, hogy én szeretnék úgy élni, hogy megtanulni félelemmentesen. Hát mitől félhetnék? Hát azért ez lenne a következő kérdésem, hogy mennyire bátor ember az, aki akár egy médiában felvállal egy ilyen szerepet, mekkora felelősség az embereket bármilyen irányba tájékoztatni, terelni, informálni, tehát igazából nagyon gyorsan megjönnek a visszajelzések, tehát ezt mi is tapasztaljuk itt. De sokszor nem szoktál elgondolkodni, hogy kinek kell az, hogy ezt a nyakába vegye. Tehát azért Juhász Zoltánban dolgozik valaki, él egy olyan lény, amelyik fontosnak tartja önmagán kívül is a közösségben élő, ezt szépen megfogalmaztad, hogy igazából a közösségnek az állapota, az, hogy ők jól legyenek, az nagyon nagy mértékben visszahat arra, ugye, hogy te is jól tudjál lenni, hogy ők is tesznek érted, te is teszel értük, tehát ez benned egyfajta egészséges dolog, de azért az nem mindennapi, hogy valaki megmer szólítani ezreket, százezreket, és
te nagyon jól tisztában vagy azzal, hogy ez hogyan gyűrűzik és megy végig nagyon-nagyon sok emberen, hogyan hat rájuk. Nyugodtan alszol-e éjszaka, azért ezt így megkérdezem tőled, így szerényen emiatt. Igen, teljesen nyugodtan alszom, és kérdezik tőlem rendszeresen, hogy hát Zoli, ugye meg a Trianon film kapcsán is, akik megnézték, hogy Zoli, és nem félsz? És akkor mindig ilyenkor ránézek az emberre, aki felteszi a kérdést, hogy ilyen kérdés, hát akkor biztos te félsz valamitől. Benned ott van a félelem, mert különben nem is kérdeznéd ezt. Mitől félnék? Mit tudnak velem tenni? Talán valamelyik ókori bölcs írogatott arról, hogy a szellem szabadsága, azt nem lehet lebilincselni. És az a világ, amiben én élek, az idől el. És hogyha én ezt berendezem magamnak azzal az elfogadással, hogy most igen, most ilyen, meg olyan, meg most ezek a nehézségek vannak, meg azok a nehézségek, de ezeket elfogadom, és ezen belül akkor is a harmóniára törekszem magamban, a pozitív kisugárzásra, az történik, hogy akkor meg is jönnek a válaszok. Rendszeres a konfliktus, amikor például jövőt tervezünk, akkor én elmondom, és akkor így lesz. És aki hallgatja, akinek elmondom, azok ezt, de mi lesz, ha az úgy, hát az úgy nem biztos, hogy fog sikerülni. Látod, neked biztos nem. Na, nyugodtan alszom. Amit még megtapasztaltam, hogy a boldogság, vagy ez a nyugalomnak a jelentős része az rajtam múlik, tehát az én kezemben van. Erről én dönthetek. És ezt könnyű így kijelenteni ám, de azért úgy megvallom én is, hogy nem úgy volt ez, hogy akkor már tudtam, és akkor bár mindjárt így átkapcsoltam, és akkor úgy remekül ment, ehhez kellettek bizony hosszú-hosszú évek, de már az egy hatalmas eredmény volt, mikor kizökkentettek ebből a helyzetemből, és akkor visszajött az a... és akkor elkezdtem kiabálni, vagy nem tudom én, de akkor is már érzékeltem, hogy ez most nem az vagyok, aki vagyok, hanem ez valami más, hát akkor hagyjuk ezt így kifutni, ezt a gőzt, és majd utána gondoskodjunk arról, hogy visszakerünk a nyugalmi állapotba, mert ez nekem nem jó. Szokták kérdezni tőlem, hogy ne haragudj meg, Zolikám, és akkor mondják, ez a ne haragudj meg, ez az egyik kedvenc veszőpen, miért haragudnék meg? Ellensége vagyok én magamnak? Tehát ha haragszom, akkor saját magamnak ártok. Na, és még egy lényeges dologra rájöttem, hogyha az ember belül magában rendet rak, és magát elfogadja, és magát szeretni tudja, akkor egy olyan erőtér jelenik meg körülötte, amiben mások is szeretnek megjelenni. Mert egy olyan ember mellett, aki utálja magát, és nincs kibékülve magával, és tele van félelemmel, gyűlölettel, panasszal, meg annak a társaságát nem nagyon keresik. Olyan, mintha valami erőt, mintha nem igazságosan osztanának azért el, mert te lelkesedésből rengeteget kaptál, úgy tűnik, hogy ez kifogyhatatlan, és nagyon, nagyon nagy képességed van arra, hogy másokat is lelkesítsél. Táplálják bennem. Ez nem, igen, ezt akartam kérdezni. Ez egy ilyen visszahatások az eredménye. Tehát én elindultam ezen, hogy kezdtem jól érezni magam, és akkor a környezetemben is egyre több mosolygó emberrel találkoztam. És jó volt velük együtt lenni. És akkor ezek a mosolygó emberek hálásak is voltak sok esetben. Mert hogy egyébként attól nagyobb köszönetet, mikor a másik szemében látsz tiszteletet, vagy köszönetet, vagy szóval olyan tiszta dolgokat, hát attól nagyobb fizetséget, hát azt el nem tudok képzelni. És akkor, hogy ez elkezdett működni, ez a hatás ellenhatás, ez így visszahatott, és amikor el vagyok keseredve, vannak ilyen pillanatok, mert vannak bizony, amikor a lelkemre veszem, hogy a francba érdemes ezért ezt az egészet csinálni, amikor ilyen és hú, Istenem, és olyanok, és akkor, amikor el vagyok keseredve, akkor így kifakadok, és akkor azonnal megjelenik a környezetemben, most már ez az egyre több ember kell, Zoli, hát nem hagyhatod meg, így úgy, hát meg
és kis beszélgetésekkel azonnal visszapumpálják így belém, visszainjekciózzák belém ezt az állapotot, illetve visszabillentenek a helyére. Tehát igazából én nekem már könnyű. Mennyi cél van még előtted? Hát egy 30 év körülbelül. Gondoltam, hogy hanem mondjuk így, van-e még, akkor így kérdezem. 40 inkább. Hogy van-e valami nagy álmod még, amit szeretnél mindenképpen megvalósítani? Hát aki tudja, hogy mivel foglalkozom, és hogy miket csak, hogy az médiát, meg a közértet, meg ezeket a platformokat, a klubot, meg egyéb, nagyon fontos, hogy ezek nekem nem életcélok. Tehát nem azért élek, hogy ezeket csináljam. Ezeket csinálom azért, mert örömet okoznak, mert kitöltik a napjaimat, mert felelősséget vállalhatok, mert az is kell az embernek, hogy tudjon kiér felelősséget vállalni. És amikor csinálgatom ezeket, egyébként legtöbbször magányomban veszem a informatikai eszközökkel, és azok az eredmények, amik kimennek így a kamerákon keresztül, azokkal csak akkor találkozok, amikor tényleg elmegyek ilyen személyes találkozókra, bár kapunk leveleket is sokszor, és akkor meg is lepődök olyankor azok a hálás mondatokért adott esetben, vagy azokért a szép szavakért, és olyankor mindig kicsi zavarba is jövök, mert hogy most nem tudok vele mit kezdeni. Szóval, hogy én azért csinálom, mert ez fakad belőlem, mert nekem jól esik. Lehet, hogy akkor ezzel itt most el is árultam magam, hogy rohadt önző vagyok, mert hogy tényleg önzésből csinálom, mert én szeretem ezt csinálni, szeretek élni, és így szeretek élni, ahogy most élek. Mert ez így minden nap egy élmény. Hát amikor 100%-ig magadnak érzed a közösség sorsát is, akkor alakul ez ki, hogy a helyeden vagy, és amit magadért teszel, azt végső soron mindenkiért is teszel. Zoli, nem tudom, van-e, amit még így szívesen megosztanál? Hát a jövőképemet, azt kérdezted, a végső képem az, hogy egy szép, kicsi kis ház, mert a boldogsághoz, mert a szeretethez nem kell nagy ház. Egy kicsi kis ház az erdőszélén, egy kis patak mellett, és van egy diófa, jó nagy diófa, a háznak van egy kis tornáca, van rajta egy zongora, és én ott zongorázgatok, közben nézegetem, hogy a kapirgálnak a apró jószágok, és a párom éppen hozza, süti a nagytár rétest, és mikor elkészült, akkor együtt fogyasztjuk el. Zolikám, így legyen. Nagyon szépen köszönjük, hogy vagy nekünk, az a rengeteg minden, amit teszel, mi is érezzük azt, mi is élvezzük, és vele együtt közösen fogyasztjuk már ennek a gyümölcsét. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és hogy ezeket a bizalmasabb információkat is megosztottad velünk. Hát én köszönöm a meghívást, és azért szeretném elmondani, hogy Ági, ezeket az információkat én csak veled osztottam meg. Nagyon érdekes ez, hogy ugye aki sokat kérdez, lehet, hogy te azért kérdezel mindig másokat, mert nem akarod ezeket magadról elmondani, viszont szerintem nagyon-nagyon érdekes dolgok tudnak kiderülni a kérdezőkről is olyankor, legalább annyira értékes információk, hiszen ahhoz, hogy meg tudjál szólítani ennyi embert, és mindenkivel megtaláld a hangot, azért az ott van benned is. Lehet. Köszönöm szépen, Zolikám. Nagyon szépen köszönjük önöknek is, kedves nézőink, hogy megtiszteltek a figyelmükkel. Önök VNTV-t láttak, korábbi adásainkat a VNTV YouTube csatornáján láthatják, viszontlátásra.